Természetesen egész évben nyitva vagyunk, mondta Hosszú András, a Beregvíz Kft. Ügyvezetője. Természetesen mi egész évben nyitva vagyunk, tehát kinti medencénk is van kettő, gyógyvizes medence, bent is kettő, egy élménymedence és egy gyermekmedence, egész évben üzemelünk. Némi szolgáltatás csökkentést végre kellett hajtani, ez azt jelenti csak, hogy a nyitva tartásban, de ezt szerencsére nem a vendégek kárára sikerült megtenni. A kempingben is vannak már idei és jövő évi foglalások, ott is elindult az év. Belegfürdő olyan szerencsés helyzetben, hogy mindig vannak vendégek. Van összesen 11 olyan szobánk, ami nem sok egész évben, ami fűthető, tehát teljesített. Egész évben tele van, tehát ezt lehet mondani. És jelenleg itt lévő vendégek már a következő évre is foglalnak. Tehát mi már 24-es foglalásokat vesszük fel. Most ennek termében azt határoztuk el, hogy még 5 darab térjesített faházat építünk fel, ami most jelenleg folyamatban van. Szezonra fog, én úgy gondolom, munkába tudjuk állítani. Ez még plusz 20-30 vendéget jelent majd akár télen is. Tehát az látjuk, hogy télen is megvan az igény erre a fürdőre. A vendégészakák tekintetében a tavalyi évet is jól zárta a fürdő megyei szinten. Ugye 2019-et nézzük mindig a bázis évnek, mert az volt az utolsó még a Covid előtt, ami mondhatjuk, hogy békeidőben történt. Még nem értük el azt a vendégészaka számot, ami 147 ezer vendégészakát jelent. 135 ezernél járunk, ami azt is jelenti, hogy 2021-ről 22-re 40 ezerrel nőtt ez. Tehát nálunk ez jelentős növekedés, nem olyan 40%-os. Úgyhogy a vendégek szeretik Beregfürdőt, ez látszik. Hangsúlyozta a cégvezető, aki szólt a fejlesztésekről is. Nagyon jelentős fejlesztés, ugye az 5 térjesített faház, ez elég jelentős tétel. De ez önerőből fog megvalósulni? Önerőből. Ez elég jelentős tétel. A szokásos karbantartások és felújítások meg lesznek. Most inkább, ami pluszt akarunk az előző évhez képest, az a programok tekintetében lesz. Szeretnék visszahozni ezt a 3 fürdőbált, amit eddig régebben is volt, illetve a nappali családi programokat fogjuk erősíteni még. Tavalyhoz képest még nem emelték meg az árakat a fürdőben. Tavalyhoz képest most nem emeltünk egyáltalán. Fognak valamelyest, de minimális szinten emelkedni a főszezoni árak. Muszáj, ugye az energiaárak az egekbe, ezt mindenki tudja. Ha még lehet egy picit panaszkodni, akkor még azt mondanám az előző évhez képest, hogy az áram 5-szörösére emelkedett, a gáz meg 4-szeresét kell kifizetni. Ezeket ki kell valahogy dolgozni. De úgy gondolom, hogy a végleteket sem lehet emelni, tehát nem lehet mindent átállítani a vendégre, de minimális emelés lesz a főszezonban.